Történelmi pillanat, az átlátszó első podcast adása, áthallatszó, ami annyiban még el is képzelhető, hogy a szomszéd szobából átszűrődik majd valami. Itt ülünk öten, Bodoki Tamás az átlátszó főszerkesztője, helyettes Erdélyi Katalin, és az országszerte rovat vezetője Katus Eszter. Jó magam, Hont András vagyok, illetve junior primissima díjas technikusunk van, Szabó Krisztián, aki majd megpróbál ebből valami hallgathatót csinálni. Főleg, hogyha hallanék valamit a kontrollban, az tök jó lenne. No, akkor kezdjük is azzal a körrel, hogy mindenki mondjon magáról valamit, mert ugye a cikkek mellett ott szoktak lenni a nevek. Esetünkben talán még tud is valamit társítani hozzá az olvasó, de ezen túlmenően ez egy holt megjelölés marad. Tamás, téged hagyjunk a végére, kezdjük Katival. Hogy ki vagy te? Mit csináltál idáig, mikor kerültél az átlátszóhoz, és miért akarsz elmenni? Hát nem akarok elmenni, úgyhogy ezt a kérdést nem értem. Egyébként pedig 2008-ban kezdtem hobbiból közélettel, újságírással foglalkozni a Vastagbőr blogon. Aztán 2012-ben kerültem az átlátszóhoz. Eleinte külsősként, aztán főállású munkatársként, és 2018-ban decembertől kaptam Bodoki Tamástól azt a megtiszteltetést, hogy kinevezett főszerkesztő helyettesnek. Mi volt az, ami a legemlékezetesebb volt ebben a 13 évben? Nagyon sok minden volt ilyen. Nem volt ilyen leg. Mindez azért érdekes, mert ugye 10 éves lett az átlátszó ebben az évben, tehát azon túlmenően, hogy ezt az évet is letudtuk, peregnek a NER esztendei, ez az átlátszó szempontjából egy ilyen retrospektív év is volt, tehát volt módunk visszatekinteni, vagy volt módotok visszatekinteni arra, hogy mi is történt veletek az elmúlt években. Rengeteget fejlődtünk, tehát bővöltünk. Eleinte ugye csak úgynevezett főoldal, tehát nagy cikkek voltak, aztán kialakult a blog platform az átlátszón, tehát egyre több féle tartalommal jelentkezünk, ugye most már jó ideje van országszerte rovat, adatújságírás és különböző egyéb tartalmak. Most ugye felvesszük az első podcast adást, lettek videóink, drónvideóink, a Ki mit tud az adatigényléses oldalunk is egyre több emberhez eljutott, egyre népszerűbb. Feltártunk rengeteg ügyet, nekem számtalan volt, de amióta újságíró vagyok, nyilván az a legviccesebb, hogy 2008-ban, amikor kezdtem, akkor még Balos kormány volt, akkor az ő rajongóik szittak, és Fidesz Bérencnek tartottak, most meg a Fidesz rajongók szidnak, és mindenféle Balosnak elhordanak. Úgyhogy ez nagyon vicces. Jó, hát azért Tamás, ezt még azt tudjuk hozzáfűzni, hogy mi van, amikor valaki ezt az ipart 90-es évek óta csinálja, nem is feltétlenül az újságírás, hanem a magyar közéletet bármilyen oldalról, hanyadik kormányt éli meg, és hanyad szorra van le hazaárulózva a különböző oldalakról. Jó, Eszter, a kérdés ugyanaz, miért akarsz elmennivel kezdjük? Nagyon szeretnék, de nincs vonat jelenleg, amivel lehetnék, de mivel jöttem, az is borzalmasan sokat késett. Úgyhogy hát éppen tegnap volt öt éve, hogy kisétáltunk a Dunántúli Napló ajtaján utoljára, ugyanis akkor érkezett meg a tulajdonosváltás, és hát útilaput kötöttek a talpunkra. Utána kilenc évig voltam a Dunántúli Naplónál, mint városi tudósító, utána két évig voltam szabadúszó, közben elkezdtem írni a Magyar Narancsnak, meg az átlátszónak, és akkor az átlátszóhoz egyszer csak felvettek nagy örömömre 2019 nyarán, és hát azóta pedig az a megtiszteltetést ért, hogy én lettem az országszerte rovatnak a szerkesztője, mint vidéki prominens. Kati említette, hogy ő hobbiból kezdett el foglalkozni a Vastagbőr blogon, ez a
Index blogketrecének egy népszerű blogja volt annak idején, te viszont ezek szerint professzionális újságíró akartál lenni az első perctől kezdve? Akartam, de mindig nem sikerült, de rajta vagyunk, igyekszem. Igen, hát a Dunántúli Naplónál nyilván végig kellett járni a ranglétát, ami abból állt, hogy kis híreket kellett gyártani az elején, aztán napról napra ugye több feladatot. Na mesélj nekem, milyen kis hírt kellett gyártani? Mi volt, volt egy emlékezetes, azt nagyon szeretem, azt mindig el szoktam mesélni. Úgy nézett ez ki, hogy volt egy szép nagy vastag telefonkönyv, és akkor végig kellett menni ától elkezdve a településeket, és végig felhívogatni őket ugye a vezetékes telefonon. És hát arra sajnos már nem emlékszem, hogy melyik település volt, de valami pici. És felvette a polgármester, beszélgettünk, leraktam, oda mentem a főszerkesztő helyettes, ezt Grünwald Gézának hívták, egy ilyen nagyon öreg róka a szakmában. Megkérdeztem tőle, hogy hát igazából hát nem mondtak semmi pályázatot, nem nyertek meg semmi, de hát, hogy született egy gyerek a faluba, és akkor mondta, hogy micsoda, hát ez óriási hír, úgyhogy meg kellett írni, hogy újra gyerek sírástól hangos a falu, mert hát mint a laktak ott, mint a 20-an, ott, hogyha születik egy gyerek, az igenis nagyének számít. Tehát, hogy ez a mai napig ilyen jó példa, meg lecke arra, hogy miből lehet ír. Hol mi számít hírnek. Nyilván egy helyi közösségben egészen mások a hírek, mint mondjuk országos szinten. Mi az, ami ebben az évben előrelépés volt a korábbiakhoz tekintve az ország szertében? Hát vehettünk föl külső szerzőket, ez nagyon jó, illetve van egy közös projektünk a Partizánnal és több más magyar sajtóorgánummal közösen, amiben lehetőséget kaptunk, meg hát nyilván támogatást, hogy helyi híreket nagyobb arányban tudjak megjelentetni, tehát az országszerte rovatot tudtuk bővíteni, meg azt fejleszteni, meg ott sokkal több anyag van most, ki tudunk menni jobban helyszínre, riportozni, ami nyilván sokkal időigényesebb. A helyközi járat. Így van ez a neve, igen. Jó, csak promotáljuk már magunkat. Köszi. Hogy... Na jó, akkor Tamás, azt leszámítva, hogy átlátszó főszerkesztő vagy, 10 éves az át... Váratlan volt. Szóval azt leszámítva, hogy átlátszó főszerkesztő vagy, 10 éves az átlátszó, előtte is szép hosszú újságírói pályafutásod volt. Körünkben foglal a helyet személyedben a magyar internet egyik atya. De ezt nem kérdezted meg, hogy hova akarok elmenni, vagy miért? Ezt azért nem kérdeztem meg, mert hogyha te elmész, akkor viszed a kasszakulcsot. A többiek azok maximum menekülnek. Utána kell futni. Nyugdíjba szeretnék menni, de még nem találtam ki, hogy hogy vegyem rá a többieket, hogy dolgozzanak helyettem, úgyhogy még maradok egy kicsit. Próbálkozol. Próbálkozom erősen, igen. Na, tehát 1995. Hát körülbelül igen. Én eredetileg biotechnológus mérnöknek készültem. Molekuláris genetikával foglalkoztam egy állatorvostudományi kutatóintézetben az egyetem után, amikor rájöttem, hogy ez még. De akkor miért nem nyilatkozol naponta az átlátszónak, mint virológus? Mert én ott rájöttem, hogy nem ez a laboratórium, ez nem az én világom, és akkor kezdtem el így külsőzgetni a Narancsnak először, aztán ugye az internet kapcsán mindenki másnak, tehát szerintem nehezen tudnál olyan lapot mondani, 90-es években, ahol én nem írtam valamit az internetről, mert akkor ez volt a szakterületem. Hát akkor próbálkozunk. Igen. Magyar Fórum, Demokrata. Nem, azt talán nem. Szabadság, Munkáspárti hetilap. Na, hármat már is találtam. Mainstream lapokban. És hát aztán jött az internet, ugye én a Narancsnál nagyon szerettem volna ilyen online hírportál, de ott erre nem annyira voltak fogékonyak. És közben elindult az internettől Nyírő Andrásékkal, és akkor én oda mentem internetes újságot csinálni. Aztán ott voltam, hol nem, mert nehezen bírtuk egymást a főszerkesztő úrral, de aztán az Indexbe a legelején 2000-ben leszerződtem főállásba, tehát addig olyan szabadúszó. Hát a Narancsban is szabadúszó voltál, nem? Hát számlás, igen. Tehát jó, hát állandó vagy nem tudom, impresszumos szerző voltam, de nem, abból azért nem lehetett megélni, csak a Narancsból. Csak a Narancsból nem tehát lehetett megélni. Hát ezt azért mondjad, Habony Árpád. Ez a klasszikus, tudod, ilyen kényszervállalkozós korszak volt. A 90-es évek kényszerbétés, számlakönyv, és rengeteg helyen próbálkozott az ember. Jó, akkor becseljünk még egy kicsikét ennél a témánál. Egészen meglepő lesz, amit mondok, ugye ez egy online portál.
interneten fellelhető felület, hogy miért alakult az úgy, hogy a nagy magyar kiadók egyáltalán nem vették komolyan, hogy ez az internet nevű valamihez közeleg. Miért alakult az ki, hogy mi most itt ülünk egy asztal mellett, és ellentétben, hát pontosan az elmúlt években a világon is már megjelentek mindenféle hírblogok, meg oknyomozó online csapatok, de azért odáig ezeket a tevékenységeket a nagy kiadóvállalatok csinálták. Magyarországon meg valami egészen speciális internetvilág jött létre. Hát ezt már nagyon sokan megtárgyalták egyébként, hogy egyszerűen nem értettek hozzá, tehát nem értették, hogy mi az. Tehát én 4-5 évig abból éltem, hogy ezt magyaráztam a publikumnak, hogy miről van szó, de az újságírók sem értették, és a szerkesztők sem, és a kiadók sem. És ehelyett ilyen számítógépes cégeknél indult ez be először, tehát ugye az IDG, aki az internetot kiadta annak idején, az egy számítástechnikai lapkiadó volt, és azért volt ott ilyen szakértelem. Ti mikor találkoztatok, Kati, illetve Eszter, először az internettel, mint olyannal? Azon gondolkozom pont, hogy nekem még középiskolában biztos, hogy nem volt számítógépem, talán az egyetemi évek alatt lett, és mintha akkor lett volna először internet hozzáférésem, és ott az egyetemi könyvtárban lógtunk a neten, és ott próbálkoztunk egyáltalán az internetes világgal, úgyhogy én akkor online újság, mi ilyesmi, ez egy abszolút nekem még így nem volt meg, örültem, a dolgozatokat le tudtam adni. És akkor a Dunántúli Naplónak viszont volt ugye online változott a Bama, de az ilyen mostoha gyerek volt mindig. Tehát amit a Tamás is mondott, hogy az volt az elf, hogy a print az első, és a Bama meg az összes online része az csak így után követ. Tehát, hogy annak igazából nincs jelentősége, és ezért csináltam ilyen például önnel van, amikor lett Facebook, még így viszonylag az elején csatlakoztam. Akkor én csináltam ott egy ilyen helyi kis saját média nyilvánosságot magunknak, hogy amit nem lehet gyorsan felrakni a Bamára, mert hát azért látszódott, hogy így pörögnek a hírek, meg hogy így igyekezni kéne, és akkor azt ott létrehoztuk, és akkor oda felrakosgattuk azokat a híreket, ami így a nagy naplóban nem fért bele, meg ami nem ért fel időből Bamára. Aztán szépen kinőtte magát, mert mostanra már a Komlón, mert én komlói vagyok, a vezető oldal lett, tehát hogy nekünk van a legtöbb követőnk a Facebookon, a helyi médiumok közül. Ez egy érdekes sztori. Kati? Nekem még a középiskolai évek alatt a kollégiumban volt egy ilyen internetszoba, vagy nem is tudom, minek hívták már. Ott voltak ilyen óriási, ilyen kisebb szekrény méretű nagy fehér számítógépek, és oda lehetett menni naponta, mit tudom én, egy órát vagy felett, és ott találkoztam először az internettel, de tényleg ilyen kuriózum volt nekünk is. Tehát akkor nyilván én sem gondoltam, hogy ez ennyire elterjedt lesz, meg ennyire átveszi mindenbe az elsőséget, meg a fontosságot. Saját számítógépen pedig körülbelül olyan 2005 körül lett otthonra, de az is az a régi, klasszikus, igazi személyi számítógép. Retro. Jó, nekem egy Commodore 64 volt az első számítógépem. ZX81. És ez egyébként ilyen, hogy is mondjam, ilyen Fradi Dúzsa megosztottság volt, hogy... Abszolút, igen, utána jött a Spectrum, és akkor a Commodore vagy Spectrum. Így van. De azért durva, mert ti boomerek vagytok, mi meg milleniálok. Aztán... Hát igen, ezek a korosztályi különbségek. Anyát. Na most a Krisztiánt nem kérdezzük meg, mert először is nem tud belebeszélni, mert nincsen mikrofonja, másfelől pedig beleszületett az internetbe. Hát ő nem is emlékszik arra, hogy milyen az, amikor nem volt internet. Miután említetted a Dunántúli Naplót és említetted a Bamát, akkor beszéljünk egy kicsikét a veszteségekről, mert hiába bumereztél le előbb minket, ettől függetlenül mind a négyünk ilyen megviselt frontharcosok, opsitosok, meg annyi média háborúban, hogy most már mindenkinek van min visszatekintenie, és mi az, amire ránézel, ahol dolgoztál, vagy amihez kötődtél, vagy kötődtetek az elmúlt évek, évtizedek során, és valami nagyon más van ott. Milyen megélni a Dunántúli Naplót meg a Bamát? Akkor Eszter, kezdjük veled.
Ez egy nagy szívfájdalom, mert magát egyrészt a brandet én nagyon sajnálom, tehát meg magát ezt a nevet, hogy Dunántúli Napló, tehát azért ezt tudni kell, hogy ezeknek a lapoknak, a megyei lapoknak még mindig iszonyú nagy elérése van. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy lecsökkent a példányszám jelentősen, azért még szerintem, mit tudom én, 1-2 millió embert simán elér. Ennek ezek a nyomtatott lapok, és hiába mondják, hogy a nyomtatott lapoknak vége, ez se igaz. Tehát, hogy azért, amikor arról beszélnek mondjuk akárhol egy faluban, vagy tök mindegy városban is, hogy megjelenik a sajtóban, meg az újságban, az az újság, amit kézzel megfogsz, meg max a tévét. Tehát, hogy az online sajtó az azért nem olyan. Tehát, hogy amikor engem felvettek az Átlátszóhoz, és nagy örömmel újságoltam ott, hogy felvettek az Átlátszóhoz, mondták, hogy tök jó, de az mi? Tehát, hogy annyira nem feltétlenül vannak képbe mindig a különböző portálokkal, meg hát nem tanítják sehol. Tehát ezt így tök nehéz tudni, hogy akkor melyik online portál, micsoda, meg hol tartozik, hogy visszatérjek a Naplóra. Akik ott dolgoztak akkor, amikor én eljöttem, vagyis minket elküldtek, hát azoknak a jelentős része már nincs ott, tehát most már addigra lecserélődött pár év alatt teljesen a stáb, és mások vannak ott, a főszerkesztő az maradt, aki szintén egy ilyen nagyon nagy meglepetés volt, hogy ő hogy került oda, meg milyen okból. Viszont tényleg, tehát még a legöregebb sportújságíró, meg mindenki, aki már tényleg régóta, hosszú évek óta ott dolgozott, mindenki kapitulált már onnan, tehát ez biztos, hogy jelez valamit. Én nem akarom a volt lapomat minősíteni, mert azért vagyok annyira lojális még a mai napig hozzá, hogy én nem mondok semmi rosszat. Én nagyon szerettem azt a helyet, nagyon sokat tanultam ott. Remélem, hogy lesz még belőle olyan újság, amit megérdemel az alap. Jó, egy kicsikét akkor tegyünk egy kitérőt a mostani feladatod, illetve amit korábban csináltál, hogy az Átlátszónak is megvan a maga közönsége, meg megvan az a fajta közeg, amelyben ügyködünk, és hogy ehhez képest van egy egészen másik világ, amely máshonnan tájékozódik, máshogy él, olvassa a print lapot, amit kézbesítenek neki reggelente, hogy ezt a két világot valamilyen módon lehet-e közelíteni egymáshoz. Tudunk-e egymásról, vagy teljes egészében tényleg az van, amit mondanak, hogy ilyen vélemény, meg információ buborékokban vagyunk szétosztva, és egyébként egy dunántúli napló falusi olvasójának nincsen információja arról, ami számunkra már közhely. Hát mi az ország szertével, meg az Átlátszóval két úton próbálkozunk szerintem ebből kilépni. Az egyik az a Magyar Hang melléklet, ami ugye szintén nyomtatva jelenik meg ugye havonta egyszer, amivel így sikerült talán eljutni olyanokhoz, akik ez eddig nem, tehát nyilván más típusú olvasókhoz is, mivel a Magyar Hang a magyar nemzetből lett, vagy abból nőtt ki, vagy annak az utódja valamilyen szinten, ezért talán jobban a polgári, jobboldali gondolkodás embereket is meg tudjuk szólítani rajtuk keresztül, ez az egyik. A másik pedig, hogy az országszerte rovattal ugye próbálunk nagyon sok helyügyet felkarolni, meg megírni, amit nyilván a helyiek szívesebben olvasnak, tehát mondjuk akár Pécsen, akár Szegeden, vagy nem tudom, Győrbe. És nagyon jó viszonyt ápolunk több ilyen helyi független médiummal, akik viszont segítenek közvetíteni a mi híreinket. Tehát lehet, hogy ami országos szinten nem jutna el hozzájuk, mert valamiért nem jut el, az akkor lehet, hogy átveszi a Debreciner, vagy a Szabad Pécs, vagy a Kapost, akkor a helyiek ugye azt olvassák, azt követik, és akkor megjelennek ott a mi híreink, de ez visszafelé is igaz, mert mi meg szemlézzük őket gyakran, ezért az ő helyi híreik megeljutnak az országos médiumokhoz rajtunk keresztül. Tehát egy ilyen cserekereskedelem van jelenleg. Csere és szerv kereskedem. Kati, veszteségről tudsz beszámolni? Személyes veszteségről nem, tehát engem nem ért ilyen, mint mondjuk az Esztert a Dunántúli Napló kapcsán, mert ugye a Vastagbőr blog az egy hobbiból írt saját blog volt, tehát az Index felületén futott, de ugye teljesen független volt oda. Akkor írtunk, azt írtunk, amikor akartunk. Érintett, meg közvetlen veszteségekről tudok beszámolni. Tehát nekem a sajtónak a mostani helyzete az 2014-ben kezdődött, ugye az Origónak a átalakításával és a szinergiák egyesítésével, ahogy finoman fogalmaztak, és utána meg ilyen láncreakcióként jött egy csomó, tehát nagyon sok kolléga most így tágabb körben, tehát nem az Átlátszónál, hanem így tágabb szempontból újságírók, ugye ott a Népszabadság, amit bezártak, nagyon sok újságíró került méltatlan helyzetbe, aztán ott volt a Zoom, aztán most ugye a legutóbbi példa az Index, ami még azért nem teljesen olyan, mint egy kesmalap, de azért már erősen fideszesítik, és nagyon sok kolléga lett
úgy, hogy egyszerűen megunt, és nagyon jó újságírók, vagy elmentek, mit tudom én, PR-osnak, vagy sajtóközleményeket írni valahova, tehát teljesen elhagyták a szakmát, ami ugye az egész társadalomnak káros, mert ugye az ő munkájuk hiányzik, nem tudnak beszámolni a hírekről. De van olyan, nekünk is volt olyan átlátszós kollégánk, aki egyszerűen így belefáradt az egészbe, elment külföldre dolgozni teljesen más területre. Úgyhogy ilyen veszteségekről tudok. Például. Vagy kamionosnak. Úgy. Nos, Tamás, hát akkor ez esetedben lesz hosszabb, de ha már a Kati szóba hozta az origót, és szóba került a narancs. Nem tudom, hogy egyébként kulturálisan kinek mennyire van meg a magyar narancs, mint egy ősrobbanása a nyilvánosságban 1989-90-ben. Kialakul egy egészen sajátos hangütés a magyar sajtóban, ami egyébként stilárisan nem volt annyira új, de a sajtónyelvben még nem érkezett az meg, ami a korábbi undergroundot vagy a posztmodern magyar irodalmat jellemezte. Ez megérkezett a magyar sajtóban, és rengeteg ember elkezdett ott dolgozni. Kati szóba hozta az Origót, te meg szóba hoztad az Indexet, tulajdonképpen két elágazása ugyanannak, hiszen a Weyerék csinálták meg az Origót, szintén narancsos újságírók, és ti meg többen, akik narancs környékiek voltatok, azok meg mentetek indexezni. Veszteségek. Tehát mindezt így most végignézve az egészet, vagy még már gyakorlatilag egyik sincsen már ott, ahol volt. Igen, a narancs az nagyon menő újság volt a 90-es években, nagy potenciál volt benne. Szerintem minden esélye meg lett volna arra, hogy ez legyen az első hírportál, mert annak idején még az akkori főszerkesztő, a Vágvölgyi András, aki most bloggerkedik nálunk, ő is abszolút internetpárti volt, de valamiért ott se ment át ez a dolog, és ezzel elvesztette ezt a helyzeti előnyét, és azt gondolom, hogy mára meg már úgy besimult a mezőnybe a narancs, tehát nem nyújt kiemelkedőt a többi laphoz képest. Innen is üzenjük Bojtár B. Bandinak. A nagy hírportált meg nem a narancs csinálta meg, hanem narancsosok máshol valóban, ahogy mondtad. És egyik sem az, ami, igen, aminek indult. Hát itt meg ugye az Origó meg az Indexnél azt gondolom, hogy ezek mainstream, nagy elérésű média termékké váltak, az meg Magyarországon még mindig a politikának a vadász területe, hogy a mainstream lapokat irányba állítsa. Ez egyébként nem csak a Fidesz alatt, hanem szerintem már korábban is így működött, talán nem ennyire nyilvánvalóan és átláthatóan, vagy kimondva, de igazodniuk kellett. Tehát nekem 2010 előtt is volt már ezzel problémám. Én arra jutottam, hogy kis lapot kell csinálni több okból, tehát azért lett az Átlátszó, mert ha kis lapot csinálsz, ott nagyobb az önállóságod. Kis lap nagy élvezet. Azt tudni kell, hogy ez a beszélgetés folyam, az a jövő évtől úgy fog kinézni, hogy konkrét témák, amivel éppen aktuálisan foglalkozunk, azt fogjuk jól kibeszélni. Ez meg egy rendkívüli helyzet, évvégi adás, meg ez első ilyen, tehát végignézzük azt, hogy mikik is vagyunk, mikkel foglalkozunk, mi történik. No de, akkor ha ezt már szóba hoztad, akkor beszéljünk a jövőről egy keveset. Mégpedig azzal kapcsolatban, ha már elhangzott a magyar hang is, meg a átalakuló sajtóviszonyok, hogy mennyire furcsa ez a világ, hogy korábbi ellenségek, ellenfelek hogyan lesznek szövetségesek, és korábbi szövetségesek hogyan lesznek ellenfelek, hogy miként alakul át a világ. Hát a vastagbőrt hoztad példaként, meg hogy mi hogy alakulunk át, és hogyan viszonyulunk dolgokhoz. A vastagbőr volt az, amely közvetlenül 2010 előtt mondta azt, hogy nem lehet, cséges az, hogy kétharmad legyen, nem kifejezetten kívánatos is, csak ti menjetek már innen, és innen jutottunk el valahol, ha még emlékszel rá, én emlékszem rá. De az a helyzet, hogy a memóriám nekem az általában tehertételt jelent.
Nem emlékszek minden szóra, ami a vastagbőrön megjelent, mert nem egyedül írtam, tehát ott 3-4 szerző volt összesen. Tudom. De az alapállásodban lévő változás, hogy ezek mennyire, tehát hogy mennyire változik a világ, mennyiben változnak a felállások, és hogy ha jól tippelem, valami hasonlóban vagyunk most is, bármi is történik a jövő évi úgynevezett választáson. Így alakulnak körülöttünk a dolgok, és adott esetben 180 fokos fordulatokat tudnak venni is emberek, legalábbis a külső szemlélő számára. Lásd például a már említett vastagbőr hozzáállása a magyar közélethez. Neked van ilyen olyasmi, ami akár veled, tehát amit úgy gondolod, hogy nagyon-nagyon-nagyon máshogy látsz, és jé, tényleg, ha ezt neked valaki 10 évvel ezelőtt mondja, nem hiszed el, illetve az, hogy ilyen, amit említettem, hogy olyan emberek, akikre hát kifejezetten ellenséges módon tekintettél 10 éve, és most meg éppen ellenkezőleg, illetve ennek a fordítottja. Van-e ilyen? Erdélyi Katalintól kérdezem. Aki egyébként mindeközben felhúzza a szemöldökét, és néz a plafon fele. Gondolkodok, és leginkább azt szeretném elmondani, hogy én soha nem tekintettem senkire ellenségként, vagy ellenségesként. Ez egy nagyon gyakori tévedés, hogy az, hogy mi megírjuk azt, hogy egy közszereplő, hát hogy is fogalmazzak, nem elég erkölcsösen bánik a közpénzzel, vagy nem elég jó szándékúnak tűnő döntéseket hoz, az nem ellenségeskedés, az csupán tényfeltárás. Tehát itt soha semmilyen újságcikk mögött nem egy személyes negatív érzés van, hanem egyszerűen a dolgoknak a bemutatása. Úgyhogy nincs ilyen, hiszen soha nem volt olyan. A dolgok meg igen, változnak, de én azt gondolom, és ehhez igyekszem mindig tartani magam, hogy a sajtónak a feladata a mindenkori hatalom ellenőrzése. És ebből a szempontból nekünk nagyon jó munkánk van, tehát itt Magyarországon oknyomozó újságírónak lenni szerintem az egy örökké folytatható munka, mert mindig lesz téma, mert ha bármilyen jó szándék van, akkor is valamit sikerül elcseszni. És most bemondok egy korhatáros tartalmat, úgyhogy figyelmeztetem előre, kedves hallgatók. Szóval régen nekünk a vastagbőrön volt egy sekszáj rovatunk, amiben pont ezeket szedtük össze, hogy valaki mást mond most, mint amit, mit tudom én, 2, 3, 5, 10 évvel ezelőtt. És ez zseniális, és ma is működik, ugye most is elő lehet szedni Orbán Viktor régi nyilatkozatait a 300 forintos euró árfolyamról, amin ugye már régen túl vagyunk, meg különböző dolgokról. Úgyhogy a világ változik, nekünk mindig van munkánk ennek köszönhetően, úgyhogy ez egy tök jó foglalkozás. De Magyarországon oknyomozó újságírónak és humoristának lenni az kifogyhatatlan alapanyagot jelent, értem. Eszter, neked ilyen megdöbbentő fordulatok? Nekem pont az a bajom, hogy nem látok megdöbbentő fordulatot, tehát nagyon jó lenne, azt mondhatnánk, hogy hú, most lesz egy kormányváltás, és utána jön egy megdöbbentő fordulat, és minden szép lesz, és jó, nem lesz. Tehát én attól tartok, hogy minket újságírókat az olyan nagyon nem fog érinteni, legalábbis a független média részét. Már csak abból indulok ki, hogy hát azért szoktam beszélgetni más újságokkal, akiknél van reklám, ugye nálunk nincsen reklám fölött szerencsére, de hogy akik próbálnak reklámokat bevonzani, hát nem nagyon járnak sikerrel, de még úgy, hogy az ellenzéknek mondott önkormányzatok sem, mit tudom, nem fizetnek elő, nem utalnak, nem adnak pénzt, azok a cégek, akik megtehetnék, és mondjuk középen állnak, vagy akárhol állnak, vagy éppen azért, mert kapnak épp elég támogatást az államtól, megtehetnék, hogy ilyen-olyan módon utalnak, ezeknek a médiumoknak nem utalnak. És nem gondolom, hogyha lesz kormányváltás, akkor ott nem az lesz majd az elsődleges szempont, hogy a saját médiumaikat ne támogassák, hanem majd a függetleneket. A függetleneket senki sem szereti pont azért, mert középen állnak. Igen, de provokálnak az újságírók kérdésekkel, és ez bosszantó, tehát hogy egyik kormány sem szereti szerintem a független sajtót, teljesen mindegy, hogy milyen színű, úgyhogy én a választástól ilyen váltást nem nagyon várok. Viszont ugye beszélgettünk arról, hogy veszteségek, igen, nagyon sok ért minket, viszont egyúttal szerintem nyertünk egy csomó mindent, tehát rengeteg olyan minőségi anyag született szerintem az elmúlt években, nagyon sok oknyomozó anyag, most átlátszósan átmondhatnám direkt 30-at, tehát hogy több olyan anyag le lett 36. 35 azt mondtam, igen. Le lett éve az asztalra, ami szerintem kifejezetten jót tett
az újságírói szakmának. Több vita volt arról, hogy etikailag miket kellene, szakmailag miket kellene, hogyan betartani. Szerintem elég sok újságíró próbálja magát ezt tartani, szerintem ez egy nyereség. Illetve nekem még az is, hogy lehet, hogy megszűntek újságok, de lettek újak, meg tényleg ezek a kis helyi független portálok, ahogy megszülettek a semmiből, és kitartanak. Ez példaértékű, nagyon sok értéket közvetítenek, és én személy szerint olyan újságírókkal kerülhettem kapcsolatba, meg jó viszonyba, akikkel előtte valószínűleg nem kerültem volna. Tehát most vittem, most a Magyar Hangot mondhatom példának, hogy ott eltérő világnézetű újságírók vannak többnyire, és velük már nagyon sokat beszélgettem az elmúlt időszakban, és sokkal több közös van bennünk, mint azt gondoltam volna előtte. Tehát, hogy, hát az hogyan, hogy eltérő világnézetű, mert egyébként hozzáteszem, az én világnézetemtől ők annyira nem is térnek el, de hogy akkor kicsit provokálok, vagy a mélyebbre megyek, tehát felmetszük akkor a bőrt, maradjunk akkor a partnerünknél, a Magyar Hangnál, ahol az egyik vezető munkatárs, az még a 2010-es évek elején nyírő hamvait Kövér Lászlóval csempészte be Erdélybe. És akkor nekünk, mármint én akkor HVG-s voltam, nekünk ő célszemély volt, és a Magyar Nemzetnél, amit ők csináltak, más formában, mint azt most teszi az Origó, vagy a 888, vagy a Megyei Lapok, de vállaltam propaganda tevékenységet folytattak a hatalom mellett. Ugyanúgy a Magyar Hangnak az egyik hírszerkesztője, az a úriember, aki a Film Alapnak volt a Fidesz által kinevezett első embere, és ő nyitotta meg a kultúrharcot 2010-ben még azzal, hogy Tar Bélát lecseszte azért, hogy Berlinben miket beszél Magyarországról. És ez azért érdekes számomra, mert ugyebár ennek a garnitúrának egy része elment pártokhoz, pártmédiához dolgozni. Nem a Magyar Hangról beszélek, amelyet eltartott tényleg ez a volt keresztény, konzervatív, budai, kevésbé budai középosztálynak a maradéka, vagy a diaszpórája, hanem olyanok, akik abban a fideszes monstrumban dolgoztak, amely a Magyar Nemzettől a Hír TV-ig, meg Lánchíd Rádióig feszült, és mondjuk például a Jobbik pártalapítvány környékén találtak maguknak helyet. És hogy mindeközben, miközben itt cimbizel velük, vagy mi cimbizenk velük, azért épül ki egy olyan ellenzéki instrumentum, amely egyébként szintén közpénzből működik, és a NER áldásával működik, amely jottányit sem különbözik attól, amit az Origó meg a 888 valósít meg. Az ez a lényeg, vagy a Nyugati Fény, amely teljesen egyértelműen ellenzékhez becsatornázott orgánumok, azok így működnek, és ez valahogy előre vetíti a jövőnket. Sűrűn bólogattok, tehát fűzzetek most nyugodtan hozzá néhány szót is azon túl, hogy mély egyetértésemmel találkoztak, vagy én találkozom a ti mély egyetértésetekkel. Hát nem tudom, de szerintem ilyen szempontból a Népszabadság is egy pártlap volt, tehát ez 2010 előtt mondom megint ugyanígy működött Pepitában. Tehát az a Népszabadság, amit most siratunk, az akkor a mostani Magyar Nemzet szerepét töltötte be. Az hát nagyon azért, érdekes, azért, azért hogy mondjuk, a... Azért mondjuk diversifikáltam, én írtam abba a labba. Jó, hát az... és hogy a, de nem, hát úgy, hogy egy mondatomhoz nem nyúltak soha hozzá, pedig nem voltam feltétlenül kedves. Bezzeg most. Jó, most a lapok szerepéről beszélünk. A munkatársak az egy másik tészta, tehát én azt gondolom, tehát ha már arról beszélünk, hogy mi az, ami meglepő fordulat, nekem például az meglepő fordulat volt, hogy a Fidesz 2010 után mekkora vehemenciával állt neki felszámolni azt a fajta független sajtót, amit addig nagyon értékelt, mert kritizálta a hatalmat. Tehát ugye én még egy díjat is kaptam, azt hiszem Szájer Józseftől annak idején. Igen, épp tehát, azt akartam mondani, hogy veled is fotózkodtak a fideszesek. Így van, tehát hogy ők abszolút értékelték a tényfeltárást, amíg a szoci kormány irányába történt, és akkor 2010 után azt mondjuk, most mi vagyunk a hatalmon, akkor ennek most vége, és akkor jött ez a gőzhenger, és letarolták a médiát. Ez persze baj, de közben, ahogy már ez itt elhangzott talán az Esztertől, hogy ez teremtette meg azt a lehetőséget, vagy azt a hiányt, amiért az átlátszó is létezhet, mert hogyha a Fidesz így nem
glejsajtolja az egész magyar sajtót, akkor nekünk nem lenne közönségünk. Na ezt a glejsajtolás kifejezést kérlek szépen magyarázd meg a hallgatóknak. Én tudom, hogy micsoda, csak tehát, hogy remény... a saját képére formálja és a saját hangját szeretné onnan visszahallani. Tehát a lényeg az, hogy amit mondani akarok, hogy 2010 óta, és az Átlátszó ebben szerintem abszolút az első között volt, vagy talán az első volt, hogy sorba jönnek létre ezek a kicsi, független médiavállalkozások, vagy non-profitok, akik ezt az űrt kívánják betölteni, amit ez a fajta médiapolitika hozott létre, és ez egy nagyon jó fejlemény, és szerintem nagyon izgalmas fejlemény azt nézni, hogy tényleg fillérekből működő sajtóvállalkozások megélnek a piacon, és közönséget találnak a piacon azért, mert a mainstream média politikailag kontrollált. Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye a mi működésünket is nagyon nagy arányban az olvasók finanszírozzák, és ez is azt mutatja, hogy mekkora igény van erre az elfogulatlan tájékoztatása. Tehát, hogy nem balos, meg nem jobbos, meg nem semmilyen párti az, amit írunk, hanem egyszerűen megírjuk a tényeket. És nyilván mi is szembesülünk azzal, hogy ugye az Átlátszó 2011-ben jött létre, ugye akkor már Fidesz kormány volt, és a cikkeink többsége nyilván a Fidesz kormány valamilyen tevékenységével kapcsolatos, hiszen ők vannak hatalmon, náluk van a kasszakulcs, de időnként azért ugye az ellenzék is tesz olyat, amit cikkesítünk, na és akkor jönnek az ellenzéki szavazók, és szídnak minket, mint a bokrok, mert ők azt hiszik, hogy mi valami Fidesz ellenes oldal vagyunk, úgyhogy ez azért nagyon fontos dolog, hogy, és nagyon szomorú, hogy sok embernek a fejében nincs ez a lehetőség, hogy egy újság az független, tehát hogy muszáj, el akarják könyvelni valamelyik oldal felé. És ezek úgy gúnyolják is, hogy a független objektív az egy ilyen kormánypárti szitokszóvá vált, de ez talán csak azt jelzi, hogy valóban van hatása ezeknek az újságoknak. Egyébként Tamás ezzel kapcsolatban, bocsánat, egy közbekérdezés, akkor aztán tér a szó, hogy ezzel kapcsolatban te egyébként nem érzel valamiféle különbségtételt, ami akár saját személyednek szól, akár az Átlátszónak. Tehát, hogy miközben a független objektív gúnyolódás működik, és pontosan tudjuk, hogy mely termékeket értenek rajta, és mely termékekhez tartozó újságírókat, illetve ott dolgozó médiamunkásokat, hogy annak ellenére, hogy ugyanúgy megrúgnak, vagy ugyanúgy címkéznek, mégis az Átlátszóhoz hatalom oldaláról van egy nem is hivatalosan, hanem ilyen gesztusokban megnyilvánulóan másfajta hozzáállás? Hát én ezt nem érzékelem őszintén, tehát nem igazán érzékelem, hogy máshogy ugyanúgy nem engednek be, ugyanúgy nem válaszolnak, ugyanúgy fekete listán vagyok. Ez nekem egy kicsit fáj egyébként, mert hogy mi tényleg pártfüggetlenek szeretnénk lenni, nem csak szavakban, hanem úgy is, hogy nem tartozunk bele abba a halmazba, akik inkább az ellenzékhez húznak. De a Fidesznek ez nem elég jó, tehát a Fidesznek az az elve, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, és tök mindegy, hogy egyébként mit gondol magáról. Ez idáig rendjén is van, hogy ez az elve, és azt gondolom, ez a kifizetődő, ez az elv számukra, de itt akkor, hogy vitatkozzam veled, vagy cáfoljalak egyből, én azért vettem részt olyan beszélgetésen, ahol nem olyan régen te fideszes államtitkárral ültél együtt, aki elmondta, hogy ő Átlátszó olvasó, elképzelhetetlen lett volna, hogy ugyanezt elmondja mondjuk Telexben. Mert amikor ezt Varga István elmondta, akkor másnap távoznia kellett a Kesmahéléről. Egyelőre az nem történt meg, hogy az államtitkár, hogy is mondjam, Átlátszó olvasási szokásai miatt menesztették volna. Minden esetre külön elbánást nem kapunk, ezért akkor se olvassák, de annak örülök, hogy olvassák. De szerintem sokan olvasnak minket, mondjuk kormányzati részről is, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szeretnek minket. Csak egyszerűen kíváncsiak, hogy na, már megint miről értek ezek. Na, de hát ez például, ez egy számomra egyébként egy olyan fontos elismerés, amitán önkéntelen,
nem irányított és érdek nélküli, ami adott esetben fontosabb is lehet. Én olyanokról tudok beszámolni, hogy nem tudom, talán az Eszter írt valamit, hogy az NK akinek adott folyóirat támogatást, és ha habzó szájjal fölhív a fideszes illetékes elvtárs, hogy hülyességeket írtok, mondom, de miért nem kérdezett meg? De hát megkérdezett, de hát nektek mi nem nyilatkozhatunk. Mondom, de hát hogyha nem nyilatkozol, akkor miért kéred ezt számon? Hát engem most ezért is ki fognak rúgni, hogy én téged fölhívtalak. Tehát körülbelül ennyire vagyunk protekciósak. Paranoiás hülyék. Na mondjad, Eszter, mit akartál mondani? Igazából Kati volt, de nem én írtam azt a cikket, amiről beszélünk. Én azt akartam még az előbb mondani, hogy ez, hogy minket szidnek a fideszesek is, meg a DK-sok is, meg mindenki, azt szerintem ez óriási bók. Én mindig annak nekem veszem. Nekem mondod. Mert hát akkor szerintem az azt jelenti, hogy mi nagyon jól csináljuk, amit csinálunk, mi vagyunk középen, tesszük a dolgunkat, feltárjuk a tényeket. Viszont ez szerintem elősen lekorlátozza azt, hogy mekkora olvasóközönséget fogunk tudni elérni, meg mennyi támogatónk lesz. Tehát szerintem ebben van egy olyan rizikó, hogy nem fogjuk tudni egy idő után növelni a tábort, ha csak nem lesz tényleg egy olyan irányú elmozdulás a közéleti gondolkodásban, hogy se nem jobb, se nem bal, tehát hogy nem pártokhoz húznak. Ezt egyharmada a lakosságnak nem akarja se a jelenlegi baloldalt, sem a jelenlegi jobb oldalt, csak ugye, akik pártokhoz, igen, de akik pártokhoz már valamilyen párt irányba elkötelezettek, azok sokkal inkább támogatnak szerintem az adott pártnak alapján. Hát kommentelnek az biztos, többet, megosztják, de, meg, tehát igen. Sokkal jobban aktívabbak, mint akik nem, tehát hogy akik így csendben, így a háttérben vannak, meg nem tudják eldönteni, hogy hova húznak, szerintem ők azért nehezebb. Szerintem, amit az Eszter mond, az van. Tehát, hogy az a, nem is feltétlenül azért, mert ebben remélek, hogy annyira az a vagy-vagy, ez annyira erős mondás, hogy önmagában a gondolkodást meghatározza. De az a baj, hogy az újságírókét is, tehát azért egy kicsit kritizáljuk akkor a sajtót is, tehát minden sajtótermék imád így behúzódni valamelyik pártnak a holdudvarába, és akkor élvezni az azzal járó kivételezést és előnyöket. Tehát talán ez az, amit az átlátszó nem csinál, és tök tudatosan, tehát talán a kutyapártot leszámítva senkihez nem fűz minket különleges kapcsolat. Ami, hogyha mondjuk történetesen a kutyapárt parlamenti párt lesz, ez egy érdekes kérdést vett fel, beszéljünk erről. Akkor megszakítjuk a kapcsolatot, és feltárjuk a disznóságaikat. Persze, nyilván. Hát ugye ez meg onnan indult, amikor még a kutyapárt csak egy ilyen hobbi vicces szervezet volt, akkor a Kovács Gergő párt, társpárt elnök úr időnként készített nekünk a cikkekhez illusztrációkat. Ez úgy volt, hogy kiábrándult a Millából, mert ő előttünk a Millánál önkénteskedett, és kiábrándult a Millából, és akkor jött hozzánk egy darabig, amíg még a kutyapártban nem volt annyi dolga, hogy lefoglalja. Igen, és emlékszem, volt egy ilyen nagyon vicces sztori, hogy ugye a cikkeinkben általában ilyen cégek vannak, meg államtitkár, meg üzletember, meg mit tudom én, és már sokadik alkalommal ugye megírtok a Gergőnek, hogy ez a főszereplő ezt csinálta, erről kéne valami jó kis kép a cikkbe, és visszaírt a Gergő, hogy jó, tessék, de nem tudnátok végre egyszer, legalább egyszer valami szép nőről írni, hogy arról kell ilyen képet csinálni. Egyébként szerintem még egy dolog, ami irányba el lehet menni, ez a közösségépítés, amivel még lehet támogatókat, meg olvasókat szerezni, csak az is nagyon nehéz. Tehát, hogy sokkal könnyebb nyilván párt-párt alapján csoportosulni, mert ott tartozol valahova, és akkor ez egy ilyen megnyugtató érzést az, hogy valami csoporttagja vagy, de ha sikerül egy médiumnak kiépíteni a saját közösségét, az még lehet egy jó. Ezt ne is mondd, mert az a helyzet, hogy a közösségépítésről az jut csak és közel eszembe, hogy nem fogom bírni májjal, még egy kell majd. A végére akkor egy kicsikét beszéljünk az átalakú média viszonyokról. Mainstream médiáról beszéltünk, amikor Origótól Népszabadság Indexig mindent ide cipeltünk. Csak az a helyzet, hogy változik a világ. Tehát nem csupán a politikailag képlékeny viszonylag sok minden körülöttünk, és nehéz meghatározni frontvonalakat, hanem átalakul maga a média is. Azt mondod, hogy kislapot érdemes létrehozni, vagy azt arra jöttél rá, hogy ezt szeretnéd, a pici szép, de hogy ezt már nem lehet megmondani, hogy mi a pici és mi a nagy, hogy mi az, amit Facebookról szemléz egy hírportál, és mi az, amikor a Facebookon jelenik meg egy hírportál saját tartalma. Egy tökéletesen átalakuló világban vagyunk, és erre az átlátszó
miként készül. Most kell elmondanod azt, Tamás, csak hogy tudjad, hogy például az újságíróinknak személyes profilt épít az átlátszó nagy gőzerővel. Igen, hát ezen én hezitáltam sokat, mert ugye itt két egymásnak ellentmondó iskola van. Az egyik az, hogy a tényfeltáró újságíró az úgy ne látszódjon, tehát van olyan, aki még a fotót se enged magáról, meg nem megy föl a közösségi oldalra, mert hogy ő majd, amikor valamit titokba akar megfigyelni, akkor ne ismerjék fel. Ez is egy akceptálható dolog, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ma már ebben a közösségi média világban nem lehet személyiségek nélkül működni, ezért csináljuk azt, hogy próbálunk személyiségeket kinevelni, és szerintem egyébként ebben sikeres az átlátszó, tehát itt azért kineveltünk pár olyan újságírót, aki korábban nem volt ismert, és itt ismert lett, és ezt nyilván akkor a közösségi oldalakon is megpróbáljuk megtámogatni. Tehát például az elejétől volt, hogy a fundraisingben ugye elvileg az újságírók ne vegyenek részt, de hogy mivel mi non-profit vagyunk és adományokat kérünk, újságírókkal csináltunk interjúkat vagy cikkeket, ahol elmondják, hogy ők mire kérik ezt a pénzt, mert úgy sokkal könnyebben ad a közönség, ha látja, hogy kinek ad és mire. És mire. Lányok? Igen. Átalakuló médiatér, megváltozott média viszonyok. Hát igyekszünk alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát a médiafogyasztási szokások megváltozása. Azaz, igen, azaz. Tehát nyilván most ugye a Facebook ural mindent, ez mi is alkalmazkodunk, vannak ezek a személyes Facebook oldalaink, meg az átlátszónak a Facebook oldalán is képekkel, videókkal, mindennel igyekszünk elérni minél szélesebb közönséget, természetesen a korszellemnek megfelelően van Instagram oldalunk és videócsatornánk, most már lesz podcast is, úgyhogy igyekszünk minél több olvasót, minél több helyen elérni. TikTokot a magyar vidéknek. Pont ezt akartam mondani, hogy már csak a TikTokon vissza. De remélem, hogy olyan gyorsan elmegy, ahogy jött, és akkor ezzel már nem kell. Tehát mire elérnénk odáig, hogy ezzel kelljen foglalkozni, addigra remélem, már nem kell, mert ezt már nem tudjuk szerintem. Szerintem egyébként isteni lenne, imádnák az emberek, hogy a magyar vidéket bemutató TikTok sorozat. De akkor ezt úgy kéne megcsinálni, legyen lealacsonyítósak, gagyid, az meg szerintem nehéz, tehát az meg időigény. Szerintem lehet kedves tartalmakat előállítani. Na jó van, köszönöm szépen nektek itt az első beszélgetésünket. Szerintem ez évvégi médiafogyasztási szokásokat kielégítendő tartalom volt, és akkor jelentkezünk januártól tematikusabb számokkal. Bodoki Tamással, Erdélyi Katalinnal és Katus Eszterrel beszélgettem. Boldog karácsonyt kívánok!